Március 8-án a Kovács Pál Művelődési Központban a Filharmónia ifjúsági hangversenybérlet utolsó előadásán a MÉZ, azaz a Meg nem értett zenekar ír és kót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok több száz éves kincséből merítve tartott előadást. Szeretettel köszöntünk mindenkit! MÉZ zenekar itt a színpadon, és örülök, hogy eljutottunk Tiszafüredre, mert nagyon sokszor átutaztunk már itt, de magát koncertet még nem játszottunk, úgyhogy az azért nagy dolog az együttes életében, noha itt az országon belül az jószerivel inkább az a kevesebb helység, ahol még nem játszottunk. Így három évtized alatt szerencsére akkor Tiszafüred is belekerült ebbe a sorozatba. Ír meg skót zenét játszunk. A kisebbek gondolom még nem tanulták a történelemből se, meg földrajzból se, hogy hol van Írország, Skócia, milyen történelemmel bírnak. Hát egy néhány szóban csak annyit, hogy két kis nép Európa legnyugatabbi felén, és hát elég zűrös történelmük van, vagy volt a hasonlóan a miénkhez. Ott az angolok a legerősebbek, és állandóan az angolok szorongatták ennek a két kisebb nemzetnek a nyakát, és mondhatni, hogy több évszázad történelmük csak arról szólt, hogy védekezzenek az angolok ellen. Ez a muzsikájukban is megjelenik, és az első szám rögtön ilyen időket idéz, Skóciából és az 1700-as évek konkrétan Charles Stuart működése idején. Charles Stuart egy nagy hadvezére a skótoknak, aki királyi leszármazottként nem ült a trónra, hanem állandóan a hadsereg élén lovagolt, és amikor a vesztes csata után szétszilálódott a hadserege, akkor az volt az első dolga, hogy újra szervezze azt és védje a hazáját az angolok ellen. Az ő emlékét idézi akkor egy induló, amivel kezdünk. Üdvözlégy, Charles Stuart! Szint a háborúskodás. Az írek viszont az egész a 20. század elejéig ellenségeskedtek az angolokkal, de most az írtörténelemnek az ünnepnapjaiból idézünk egy dallal egy
olyan időszakot, amely a mai napig is működik, és minden év augusztusában a Galway megyei lovasversenyek hatalmas rendezvény Írországban, egy megye valahol az Írsziget nyugati felén, és ilyenkor több napon keresztül versenyeznek és fogadnak ezekre a lovakra, és este pedig azért szól a zene. Ezt az időszakot énekli meg a következő óta. Galway Races! Ladies, my people come to see you and let you live your life.
Köszönjük szépen! Mindig muszáj az angolokról is beszélni, akármilyen szempontból szóba kerülnek az írek vagy a skótok, és hát a több évszázados ellenségeskedés már a szerencsére odáig szolidult és szelidült, hogy már nem öldöklik egymás szerencsére. Néha még a focipályákon, foci meccs közben a szurkoltáborok cukkolják egymást, gúnyolják egymást, de igazából megszűnt a háborúskodás szerencsére. És hát a több évszázadra visszatekintő ellenségeskedés az már olyan szinten is megenyhült, hogy akár egy ír vagy skót zenekar vagy közönség is, ha ismeri, elénekel akár egy angol dalt is. Ilyen a következő. Csak mutatásképpen, de ez az angol dal, amit most lejátszunk, az igazából nagyon sokat játszott nóta, akár ír vagy skót zenekarok műsorában is. Arról szól, hogy elhagyom Liverpoolt, ugye a nagy angol kikötővárost, és ahol a tengerjáró hajók indultak útjukra. Megyek Amerikába szerencsét próbálni, ki tudja, látom-e még a szülőföldem. Dal címe, elhagyom Liverpoolt, Leaving of Liverpool. Visszatérnek az eredeti kerékvágásba, és most két új hangszer jelenik meg, egész másképp fog megszólalni a következő dal. Nagyon ősi dallam, viszont a szöveg nem annyira, mert 20. században írhatták, az biztos, mert teherautó és kamionsofőrökről szól, akik ír és kódfiúk kemény munkát végeznek egész évben,
egész mindenféle időjárási viszontagságok között nyomják a gázpedált, és amikor szembe jön egy ismerős, csak megvillantják a reflektort, és már robognak is tovább. Ezt a dalt játsszuk le, és hát itt a basszusgitár helyén egy mandolin fog csilingelni, és a gitár helyén pedig a banjo. Egyik sem eredetileg ír találmány, mert a mandolin valonnan dél-európai országokból, az olaszokra gyanakodnak a legtöbbet a zenetudósok, zenetörténészek, hogy először ott használtak mandolint, és hát a régen, a 1700-es években a barokk zenében nagyon sok klasszikus zenei mű íródott mandolinra, és így ismerték meg aztán az írek is a mandolint, és aztán beépült a népzenébe, ahogy a banjo kicsit később, az 1800-as években a kivándorolt, Amerikába kivándorolt írskótok tanultak meg banjozni az ott élő feketéktől. Tehát következik az utak bajnokainak balladája. A Champion at Keeping Them Rolling a dal címe. Furcsa időszak volt az írek számára az első világháború ideje. Aki még nem tanulta, az úgy is fogja, a történelme több leckén át tartó súlyos időszak ez, és hát ez itt sok mindent meg fogtok tanulni ebből a témából, mert ugye 1914 és 18 között a világ jelentős része háborúban állt egymással ki, melyik oldalon, azt majd úgy is később kiderül, és hát az írek, akik angol gyarmatként működtek akkor,
ők nem voltak hadba, és nem léptek háborúba senkivel, de az angolok igen, és az ír fiúkat viszont besorozták a brit hadseregbe. Áthozták őket Európába, hogy a németek ellen bevessék, és hát az angol tábornokok golyófogóként még a legveszélyesebb helyeken az első vonalba az ír fiúkat küldték. Ők meg nem értették ezt a dolgot, hogy mit keresnek egyáltalán Európában, miért kell lövöldöznék az németekre, hát nekik semmi bajuk egymással. Tehát ez egy abszurd és nagyon szomorú időszak az ír történelemnek, viszont nagyon szép dalok születtek ebben az időben. És egy ilyen következik, egy ír katona ballada. Címéből is látszik, hogy valahol Európában, Németország valamelyik területén járunk, mert a címe High Germany.